Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Szent Márton az újbor bírája. Ennek az ősi mondásnak a jegyében rendezte meg a Nóéhegyi Szent István borlovagrend hagyományos bormustráját. Ebben az esztendőben is az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont a Nóéhegyi Szent István borlovagrend Szent Márton napi újbor ünnepének. A tagság újborainak hagyományos megmérettetésén 30 tételt kóstolhattak meg a gazdák. Szeretettel köszöntök mindenkit a Nóéhegyi Szent István borlovagrend nevében. Természetesen köszöntök borlovagtársaimat és köszöntök minden vendéget. Engedjétek meg, hogy mindjárt nevébe köszöntsem Öster Anna Máriát, az Öreghegy 12-es választás körzetnek a képviselőit, akik most újra választottak, Horváth Miklós Csabát, a 13-as Öreghegyi körzetnek a képviselőjét, és Deák Péter urat, a Református Egyház részéről, tiszteltes urat. Úgy gondolom, hogy kicsit most rendhagyó ez a megoldás, várunk még vendégeket, és várunk még természetesen meghívott vendégeket, és várunk még társakat is, de mint említettem az előbb, kénytelenek vagyunk elkezdeni, mert a programunk alapján, ha most nem kezdjük ezt el, akkor kicsúszunk az időből. Engedjétek meg, hogy csak pár szóval megemlékezzek a mai rendezvényünkről. Először is röviden csak gyors egy technikai dologról. Sajnálom, hogy nem Márton nap, Szent Márton napján tartjuk a rendezvényt. Természetesen szándékunk szerint ez volt, de ez a helyiség foglalkó, és olyan szinten bérbe adva, hogy ezt a dolgot nem lehetett megváltoztatni. Ezért így döntöttünk, hogy ezt a szép ünnepségünket ma fogjuk tartani. Hogy ünnep, azt nem kell hangsúlyoznom, főleg azok számára, akik szőlészkednek, borászkodnak, hisz tudjátok, hogy azért az ezévi munkának az első olyan alkalom, hogy a munkák gyümölcsét megkóstolhatjuk, és ráadásul egy kicsit szélesebb körben, mint sem, amikor otthon kóstolhatjuk, hogy most hol is tartanak a borai. Ma már itt egy bírálaton fognak átesni, hisz ugye a mondás az, hogy Szent Márton az új bor bírája. És mondanak még hozzá egyet, hogy aki ma nem eszik libát, az egész évben éhezik, mondják, ugye? Én meg hozzáteszem, aki nem iszik ma újból, az meg egész évben szavazik is ráadásul. Úgyhogy ennek a két dolognak egyet mindenképpen eleget fogunk tenni, és abban is bízom, hogy nagyon jó minőségben. Az előbb említettem itt a televízió felvételénél, hogy ugye általában egy kicsit úgy működik ez a borászkodás, hogy megelőzi mindig a tényszerű kóstolásokat a hír, már előre tudtuk egy hónapja, két hónapja, hogy rendkívül jó minőség lesz. Én meg erre azt mondom, hogy ugye a puding próbája az majd most fog megtörténni, akkor, amikor itt kóstoljuk a borokat és nyilvánosság előtt. Bízom benne, hogy ezek az előzetes információk megfelelnek a mai tényeknek is, és jó borokat fogunk kóstolni, és finom vacsorát lesz. Ehhez kívánok én mindenkinek jó, szép estét, jó szórakozást, és hát finom ételt és jó borkóstolást. Én végezetül, hogy illetőségből annyit mondjak, nemrég küld ki a választás, természetesen engedjétek meg, hogy itt akár mindjárt nevén, és hadd gratuláljak az újra választó képviselőinknek. Ezt már csak annál inkább is teszem, mert a jövőben is számítunk az ő támogatásukra is, hisz a borrendünk itt működik az Öreghegyen, és szeretnénk, ha a bor egyre inkább jó közösségteremtő erő lenne az Öreghegyen. És annak is örülnék, hogy ezt a szép öreghegyi szőlészeti borász hagyományokat, ami nekünk szent kötelességünk, itt minél szélesebb körben, nyitott keretek között is ünnepelhetünk. Az újbormustra tradíciója, a Szent Márton bora megkülönböztető cím azért is bír különleges értékkel, mert ezen a kóstolón valamennyi szőlősgazda bemutathatja új borát. Mészárovics Imre és borlovak társai minden esetre mindent megtesznek azért, hogy Nemes Nedűik méltóképpen képviseljék a királyi várost. Ennek az évnek szőlészet borászat szempontjából most lesz az első nyilvános megméretése, és ez nyilván annyiban különbözik, amikor az ember személyesen a barátaival kóstolgatja a bort, az úgy házon belülnek tűnik. Most ez nyilvánosan itt, amikor egymás előtt is megmutatjuk, hogy mire jutottuk, és egymás borát fogjuk ma itt minősíteni. Bízom benne, hogy egy jó évjáratot természetesen. Különleges ez azért is, hiszen mindenki dönthet. Dönthet arról, hogy milyen minőségű bor termet, tehát nem csak a szigorúan vett szakmai grémium határozza meg a bor minőségét.
Igen, ez egy nyilvános rendezvény, és úgy gondolom, hogy annál is inkább fontos ez a dolog, hogy mindenki minősíti a felkínált borokat, hisz itt egy borbaráti és borász közösségről beszélünk ma, akik itt egymás barát fogják megmérni. Ez úgy gondolom, hogy mindenképpen fontosabb attól, hogy általában mit mondunk ennek az évnek az évjáratáról, a borok minőségéről. Mert eddig ezek csak inkább ilyen fikcióknak tűntek, amik a nyilvánosságot hallottunk tévében, rádióban. Most végre eljött az az idő, amikor konkrétan megismerjük, és most tudjuk igazolni, hogy valóban ezek a borok azt a minőséget szolgálják, amiről beszélünk. Nagyon fontos kérdés az is, hogy tágult a kör, hiszen nem csak az úgynevezett sztárborászok, a nagyborászok képviselői mérettethetnek meg, hanem a kicsik is, és erre nagy szükség van Székesfehérváron. Igen, ezzel is egyetértek, hogy Székesfehérvárra egyre nagyobb szükség lenne, hisz ha azt veszük, hogy a borrendünknek a székhelye az Öreghegy, és azért a mi alapvető kötelességnek tartjuk az Öreghegy szép szőlészeti borászati múltját és kultúráját magunkkal hozni és ápolni. Én azon vagyok, és úgy gondolom, hogy a borrendünk nevében nyugodtan mondhatom, hogy ezek a rendezvények egyre inkább nyilvánosak legyenek, és hogy iratkozzunk fel Székesfehérvár történetéhez borászati, szőlészeti és borászati szempontból is. Horváth Miklós Csaba kettős minőségében, a Városrész önkormányzati képviselőjeként, a borrend alapító tagjaként és boros gazdaként is elkötelezett híve az öreghegyi hagyományok megtartásának és továbbvitelének. Minőségre legalább olyan jó, hát mennyiségre is úgy néz ki, hogy elérjük ezt a szintet. Bár személy szerint nekem kevesebb juhfark lett, mint tavaly volt, körülbelül egy harmaddal. Jó, persze, hát ez mondjuk 2 hektonár, hogy 2 vagy 3, majdnem mindegy. A nagy termelőknél viszont az igazi borászatokban ott valóban kiemelkedő eredményre számíthatunk és minőségre. A kettős minőségében vesz részt ezen, hiszen Öreghegy önkormányzati képviselőjeként és a Noéhegyi Szent István borlovagrend oszlopos tagja, alapító tagjaként. Mennyire fontos a borrend most Székesfehérvárnak? Tulajdonképpen, hogy beindult valami, igaz, hogy már 10-valahány évvel ezelőtt, de az utóbbi 1-2 évben szintén nagyobb lett az érdeklődés, tehát a fiatalabbak is, fiatalabb generáció is be akar kapcsolódni, úgyhogy én egyre fontosabbnak tartom ilyen szempontból, hogy tudjunk segíteni sok mindenbe, egyrészt, hogy ne menjen el ugye azoknak a kedve, akik most újonnan akarnak csatlakozni, tehát a segítő szándék az itt mindenkiben megvan nálunk, itt a borrend minden tagja és a borászok is nagyon szívesen segítenek, és tulajdonképpen mint képviselő, tulajdonképpen megvan az a pince érte, egy értékleltárt csinált ugye a Csuti Erzsike, és ezt szeretnénk, ezt alapul véve a következő években föltárni azokat a pincéket és tulajdonosokat, fölkeresni, akik hajlandók esetleg belépni ebbe a kis közösségbe, tekintettel arra, hogy szeretnénk Öreghegyet az idegenforgalomba is minél jobban bevenni, ugye van borivárunk, van bányatónk, sok mindenünk van, van szőlőhegyünk régi hagyományokkal, és ezekbe minél több olyan értéket szeretnénk és tulajdonost bevonni, aki még megteheti, hogy tulajdonképpen ezt a hagyományt tovább vigyük. Östör Anna Mária, ahogy képviselőtársa is, fontosnak tartja, hogy az egykoron virágzó szőlő- és borkultúrát a régi fényében láthassák az Öreghegyen élők, hiszen az ősi tradíciók éltetik a mát és a jövőt is. Öreghegyen valóban voltak nagy ültetvények, nagy pincészetek, most már ezek nagyon csekély számban vannak, hiszen az Öreghegy beépülésével egyre fogyadozott a szőlőterület, a pincéket sajnos nagyon sokat lebontottak, úgyhogy az a feladatunk, hogy ami ebből megmaradt, azt őrizzük, és valóban az öreghegyi, Noéhegyi, más nevén Noéhegyi borrend ezt nagyon lelkesen és szakértően felvállalja, ezért is támogatom én is a rendezvényeiket. Mi a véleménye arról, hogy méltóképpen képviseli a Noéhegyi bor nedűi Székesfehérvárt, hiszen a városborát is ők adják?
régen mindig anekdóta volt az öreghegyi bor. Sokan azt tartották, hogy ez nem finom. Én nem vagyok borivó, de azért úgy gondolom, és a szakértők véleménye is az, akik rendszeresen bormustrát vezényelnek, segítenek a gazdáknak eligazodni a bortermelésben, hogy most már azért egy nagyon jó minőségű bort is lehet termelni az Öreghegyen. A méltán sikeres Lichpincészet kvalifikált borászgazdája nem titkolja, az idei év számukra egy sikeres esztendő volt, hiszen az időjárás megsegítette a szőlészborász társadalmat Fejér megyében is. Jó évjáratunk volt, szép boraink vannak. Az időjárásról, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy szélsőséges volt, de idén azért annyira nem volt szélsőséges az időjárás. Egyedül egy meglepő volt idén az időjárásban az októberi meleg napok, de az kimondottan nekünk borászoknak nagyon jól jött, hogy a kései fajtáknál. Összességében milyen esztendőt zárt a Lichpincészet? Hát egy nagyon jó évet, ugye, mert mindig örülünk, amikor jó termés volt, egészséges volt a szőlő, és szép borokat készítettünk. Általában mi a régi Nóé-hegyi tagok véleménye arról, hogy itt kicsit kitágult a borrend kínálata, hiszen egyre több amatőr borász jelenik meg? Hát én már nem hívnám, vagy csak idézőjelbe hívnám itt a borászokat, amatőr borászoknak, ugye mindenki nagyon odafigyel, lehet, hogy kevés bort készítenek, de nagyon jó minőségű borokat készítenek, és jó, hogy megismerjük egymás borait. Továbbra is rang Fehérvár borát termelni? Természetesen, hogy rang. Hát természetes. Csóbor Balázs a borrend főborászaként és a Csóbor Pincészet tulajdonosaként is sikeres évet zárt Csóborék házatáján és a Borlovagrend berkeiben is. Idei szőlészeti évre gondolunk, akkor ragyogó szürett, szép hosszan elnyúló érés volt, bár a legutolsó fajtánk, a Cabernet Franc, az mint hogy a savak nem mentek volna el. Nem hiszem, hogy akárki is nevezett volna Cabernet Sauvignont egyelőre. Általában milyen volt a minőség a többi bornál? Meglepően jó volt, hiszen botrytisszel, illetve rohadással szinte elvétve találkoztunk csak. Nagyon fontos kérdés, hogy itt a Szent Márton bora választáskor milyen borok érkeznek. Láttuk, hogy már nagyon sokfajta borral jelentkeztek. Melyek az általános borfajták, amelyekkel jönnek a gazdák? Hát ilyenkor Szent Márton napjára legegyszerűbb a korai fehérekből kézborral előállni. Ez meg is látszik a minták számán, de van furmintunk is. Ugye tudjuk, hogy vörös, rozé és fehér borból választódnak ki az idei év Szent Márton borai. Ilyen értelemben milyen a kínálat? Hát 30 mintánk van, ha jól számoltam, ebből 3 vörös, 3 rozé, a többi az pedig fehér bor. Mire számít, hiszen az nagyon fontos, hogy egy avatott borász miként gondolkodik? Hát én azt hiszem, hogy egy fehér bor fogja elnyerni a mai nap a díjat, hiszen új borként ő állja meg legjobban a helyét. Mit gondol arról a változásról, hogy a tradicionális nagy borászatok mellett egyre fontosabb szerephez jutnak a kicsik is? Ez a nagyon jót tesz a versenyszellemre, mindenkit arra ösztönöz, hogy minél jobb borokat készítsen. A mostra végén megszületett a döntés, a Szent Márton bora megtisztelő címet ebben az esztendőben a Csóbor Pincészet Írsai Olivier bora nyerte el. Most pedig mézeljünk egy kicsit, nézzük meg együtt a Méhek útján című remek filmet. Földünk élettel átszőtt rétege változatos tájakkal rendelkezik. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy ilyen vége láthatatlan vidéket csak a nagy földrajzi erők képesek formálni. Pedig apró teremtmények közös erővel olykor nagy dolgokat vihetnek véghez. A méz és az ember kapcsolata bizonyíthatóan legalább a kőkorig nyúlik vissza. Magát a mézet medvecsaléteknek is használták. Ekkoriban azonban nem történt tudatos méztermelés.
mintegy 9000 évvel ezelőtt háziasította az ember a méheket. Otthont adott nekik a mesterséges kaptárakban. Az első szervezett mézelvétel nyomait a mai Törökország területén találták meg. A méhektől nem csak mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. A 17. századtól kezdve azonban jóval kevesebb mézre és méhviaszra volt szükség. Új anyagok jelentek meg, mint az olaj és a parafin. Ezeket hatékonyabban tudták felhasználni a világításhoz. Az egyre nagyobb mértéket öltő cukorfinomítás teljesen átalakította az édesipart, a méz felhasználása háttérbe szorult. Korunk egészségtudatos táplálkozási szokásaiban azonban ismét egyre nagyobb teret hódít a mézfogyasztás. Édes, zamatos, aranyszínben pompázik. Ráadásul teljesen természetes. Sokáig az emberiség egyetlen édesítőszere volt. Elődeink számára a méhek nélkül kevésbé lett volna édes az élet. Rengeteg munka áll amögött, hogy ez a csuporméz most itt álljon az asztalon. Hajnal van. A reggeli harmat már kezd felszáradni, és a hőmérséklet is emelkedik. Ez a nap sem lesz más, mint a tegnapi vagy a holnapi. Kezdődik a mai mézkészítés is. A látótávolság percről percre növekszik. A várakozó állás számukra egyet jelent. Amint elérik az első napsugarak a kaptárt, indulhat a gyűjtögető munka. A méhek képesek akár 5 kilométerre is eltávolodni a kaptártól. A nap állásából tájékozódnak, így nem tévesztik el az irányt, könnyen hazatalálnak. A nyár előre haladtával csak úgy roskadoznak a virágporban gazdag mezők. Néha csupán néhány másodpercet töltenek egy virágon, és szállnak is tovább a következőre. Ezzel elvégzik a beporzást. A virágpor egy finom, könnyű anyag. A méhek a virágra való rászálláskor az egész testüket be tudják borítani vele. Ezt utána összegyűjtik és a hátsó lábukra tapasztják, hogy könnyebben szállíthatóvá váljon. A szipókájukkal kiszívják a virágból a nektárt, amelyet a mézgyomorban tárolnak el. Már itt, a gyűjtögetés során elkezdődik a mézkészítés. Egy kilogramm méz előállításához 20 000-szer kell fordulni a kaptár és a gyűjtőhely között. Ez elképzelhetetlenül nagy munka lenne egyetlen méh számára. Egy méh családból egyszerre akár több ezren is úton lehetnek. A munkát magas fokon és jól szervezetten megosztják egymás közt. Egy méh csak annyi virágport és nektárt gyűjt, amennyivel még hazabír repülni a kaptárig. A bejáratnál kapuőrök fogadják az érkezőket. Itt ellenőrzik, hogy a gyűjtőméh ehhez a családhoz tartozik-e, és ha igen, hozott-e magával virágport és nektárt. Az előbb még a terepen dolgozó méh most újra az otthonában van, a kaptárban. Az akár 70 000 méhet is számláló méh családban nagy a jövésmenés, de semmi nem történik ok nélkül. Mindenki tudja a feladatát. Káosznak nyoma sincs. A nemrég visszatért méh a magas víztartalmú nektárt a 6 szögletű lépsejtekbe töltve raktározza el. A gyűjtő innentől átadja a feladatot a mézérlelő munkásoknak. A nektárcseppek többszöri felszívása és leadása során különböző enzimek kerülnek a feldolgozás alatt álló anyagba. A szárnyukkal keltett légáramlattal elpárologtatják a felesleges vizet, ezáltal a nektár sűrűbbé és tartósabbá válik. Így lesz belőle méz. Az érlelési folyamat akkor tekinthető késznek, ha a víztartalom 18% alá csökken és a méhsejteket lefedik viaszréteggel. Ez a beérlelt állapotú méz már készen áll arra, hogy az ember elvegye.
A méhek a mézet saját maguk ellátására termelik. Ebből táplálkoznak a tél folyamán. Az ember olykor elveszi tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy éhen halnának. A szakemberek tudják, hogy mikor jön el az idő a méz elvételére. A tökéletes időzítésen múlik minden. A méhész a megfelelő védelmet biztosító öltözékben felnyitja a kaptárt. A viasszal és propolisszal összeragasztott kereteket szét kell választani, hogy a kaptárból könnyebben kivehetőek legyenek. Óvatosan lerázzák és lesöprik a szorgoskodó méheket a lépről. Vigyáznak rá, hogy a lehető legkevesebb méh sérüljön meg. A füstölőben természetes anyagok égnek. Ez a leghumánusabb módja annak, hogy a méheket megnyugtassuk. A füst hatása néhány percig tart, ám ennyi pont elég. A méhészek a kereteket a kerethordozó ládába helyezik és elszállítják a helyszínről. A feldolgozás távolabb történik a kaptáraktól. A fedelező villa egy fésűre emlékeztető eszköz. Ezzel eltávolítják a viasz fedeleket, amelyekkel korábban a méhek lezárták az elkészült mézet. Azonban ezt sem veszik kárba. A méhviasz például gyertyák készítéséhez kiválóan alkalmas. A fedelezés után szemtől szemben találja magát a méhész a mézzel. Most már csak valahogyan el kell távolítani azt a lépsejtjeiből. A régi időkben, amikor még méhkasokat használtak, a méh családot elpusztították, a lépeket kitördösték és kipréselték belőle a mézet. Ez azonban nem volt gazdaságos. Most már a lép megsértése nélkül egyszerűen kipergetik a mézet a keretekből. A pergető úgy működik, mint egy centrifuga. Nagy sebességgel forog, így kicsapódik a méz a keretekből a pergető dobjának falára. Egy idő után az aljára folyik és összegyűlik. A hagyományos kézi pergetőket ma már felváltották az elektromos meghajtású gépek. Egyszerre akár 30-40 keretet is ki tud pergetni vele a méhész. Ami pedig végeredményben az eszköz alján a csapon át távozik, nem más, mint az egészséges, frissen pergetett méz. A méhek államalkotó rovarok. Szerveződésüket a Föld legfejlettebb társadalmának is tartják. Egy méh családban csak egy királynő lakik, ő irányítja az egész családot. Akár 3 évet is élhet. A herék által megtermékenyített petéket kizárólag ő rakhatja. A herék a hím méhek. Belőlük alig néhány száz él a kolóniában. Jelenlétük csupán a szaporodáshoz szükséges. Ha már nincs szükség tovább a szolgálatukra, egyszerűen kiűzik őket a kaptárból. A dolgozók a méh család legnagyobb számú tagjai. Nőneműek. Valamivel több mint 40 napig élnek, és a legtöbb munka rájuk hárul. Ők alkotják a kaptár több mint 99,5%-át. Egy kaptárban naponta akár 1500 méh is kibújhat a sejtekből, és körülbelül ugyanennyi el is pusztulhat. Az újszülött méhek könnyen kirágják magukat a sejtekből. A kibújást követően azonnal munkába is állnak. Nem tanítják meg őket az idősebbek semmire, ösztönösen teszik a dolgukat. A méhek világában nincsenek lázadások vagy munkasztrájkok. Mindenki elfogadja a kijelölt feladatát. Tévhit, hogy a dolgozók ugyanazt a munkát űzik egész életükön át. A születést követően még egy jó ideig nem hagyják el a kaptárt. Első napjaikban a sejtek takarításával foglalkoznak. Ezután a lárvák etetése a feladatuk. Ahogy telik az idő, egyre magasabb pozíciót töltenek be. 14 napos korukban már virágport dolgoznak fel és nektárt érlelnek. A lépet is a fiatal dolgozók építik. Legelőször függőleges viaszfalakat építenek. Később erre kerülnek szabályos rendben a hatszögletű formára igazított sejtek. Ezeket bölcsőnek, lakószobának és éléskamrának egyaránt használják. Később a dolgozók őrtevékenységet tölthetnek be.
ellenőrizhetik a beérkező méheket, távol tarthatják a betolakodókat, például a darazsakat. A dolgozók karrierjének csúcsa 21 napos korukban jön el, ugyanis már részt vehetnek a kaptáron kívüli munkákban. Ekkor már életük felénél járnak, és még legalább 3 hétig élni fognak. A kipergetett méz óriási hordókban érkezik a kitöltőüzemekbe, ahol egyszerre akár több 100 kilogrammot is fel tudnak dolgozni. Hermetikusan lezárt körülmények között 45 Celsius fokos hőmérsékleten történik a kezelés. A folyamat legalább 24 órát vesz igénybe. Ez megtisztítja a mézet a természetes szennyeződésektől. Az átszivattyúzást követően megkezdődik a kimérés. A gépek gramra pontosan ugyanannyi mézet töltenek minden egyes üvegbe. Nem történhet emberi tévesztés az adagokat illetően. A leragasztott zárjegy garancia a megbízható, ellenőrzött forrásra. A kimérést követően felpakolják a rendezett üvegeket a szállítóautóra, és már indul is a szállítmány a kijelölt boltokba, piacokra. A helyi méz vásárlásával a vevő a közvetlen környezetének biztosít munkát és megélhetést. A méz természetes eredetű élelmiszer. Nem szabványosítható, mint egyes mesterséges termékek. Szinte minden tájon más és más lesz az íze. Egy sütemény receptjében lévő cukor sok esetben teljes mértékben kiváltható mézzel, amivel még egyedibb ízvilágot lehet adni a készülő édességnek. A megvásárolt mézet érdemes 1 éven belül felhasználni, mivel utána csökkenhet az illóanyagok mennyisége. A méz azonban sosem romlik meg, akár a több ezer éves leletek is nyugodtan elfogyaszthatók. Ahogy elkezdenek sárgulni a levelek, az utolsó növények virágzása is alább hagy. Vége a nyárnak. Beköszönt az ősz. A hideg időszakban a méhek behúzódnak a kaptárba, és szorosan egymás mellett elhelyezkedve vészelik át a kedvezőtlen körülményeket. Várják a tavaszt, hogy a jó idő beköszöntével folytathassák szorgalmas gyűjtőmunkájukat. A legfontosabb közvetítő szerepet töltik be a növények között. Formálják és alakítják a természetet. Ő általuk ilyen változatos a világunk. Ez a körforgás évmilliók óta szüntelen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!